Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Arra kérlek benneteket, hogy ne ijedjetek meg, hallgassátok végig a mai prédikációt. Elértől a végéig jó lesz, hasznos lesz. Ahogy gondolkodtam a mai prédikációról, eszembe jutott, hogy sokat imádkozunk a gyülekezetben, mégis néha kell, hogy tanítsunk az imádkozásról. Sokat szoktunk Bibliát olvasni. Mégis kell tanulnunk arról, hogy Biblia, hogyan olvasjuk a Bibliát. És hát szoktunk adakozni a gyülekezetben. Mégis kell tanulnunk arról, hogy Istennek milyenek a gazdasági helyzetei. Na, most nem arra gondolok, hogy Isten gazdag-e vagy szegény, hanem egyáltalán hogyan épül fel Istennek a gazdasági rendszere. Sok igét fogunk elolvasni, vagy ahogy idézzem, országunk vezetőjét, hogy sokan vagyunk, de nem elegen. Szóval fogunk sok igét felolvasni, de azt hiszem, hogy nagyon sok ige szól a Isten gazdasági dolgairól, nem fogjuk mindet felolvasni. Ha mégis olyan igét is ismersz, amit most nem olvasunk fel, az nem azt jelenti, hogy ez nem vonatkozik rád. Néhány igét összegyűjtöttem, Ószövetségből is, az Új Szövetségből is, hogy mindenkinek meglegyen a maga tápláléka. Szeretném rögtön a Biblia első lapjain kezdeni, hogy Isten hogyan is kezdte az egész teremtést, tehát neki nem változott meg a véleménye bizonyos dolgokról. Kérlek, hogy vegyétek elő a Bibliátokat, és meg fogjuk azt is látni, hogy semmiképpen nem térünk el az adventi üzenettől, hiszen várjuk azt, hogy Jézus megérkezzen, várjuk azt, hogy visszajöjjön Jézus, és amikor az adventi időszak van, akkor az ajándékozásra is odafigyelünk, meglátjátok, hogy ma lesz szó az ajándékokról is. Tehát Mózes első könyvének első része, és a 11, 12, 13. versét kérem, hogy lapozzatok oda. Mózes első könyve, első rész 11, 12 és 13. Azután ezt mondta Isten, hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, hogy neme szerint való gyümölcsöt teremjen, és magva legyen a földön, és úgy lett. Hajtott tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet, a maga neme szerint, és gyümölcs termőfákat, melyeknek gyümölcsei fajtájuknak megfelelő magvakat hoznak, és látta Isten, hogy ez jó. És lett este, és lett reggel, harmadik nap. Mit olvasunk, testvéreim? Elolvastuk. Isten nem rengeteg gyümölcsfát, hanem teremt egy gyümölcsfát, amelynek az a tulajdonsága, hogy maghozó, és olyan gyümölcsöket terem, amelyben már benne van a következő generációnak, a következő vetésnek és a következő aratásnak a magja, a lehetősége. Isten azon a napon mindent, ami maghozó, ami szükséges ahhoz, hogy benépesüljön a föld, azon a napon mindent megteremtett. Utána nem olvassuk, hogy teremtett volna maghozó füveket. Amen. Ezt így meg tudjuk érteni. Tehát Isten magban gondolkodik, és maghozó gyümölcsökben. Isten megteremtette a gyümölcsfákat, és ezeknek a gyümölcsfáknak volt egy olyan tulajdonsága, hogy olyan gyümölcsöt teremnek, amelyben benne van a mag, és megparancsolta a földnek is, hogyha ez a mag belekerül ismét a földbe, akkor ugyanolyan gyümölcsfát teremjen és növesszen ki, és az a következő gyümölcsfa is ugyanolyan gyümölcsöt hozzon. Ez úgy gondolom, hogy a mai napig látjuk, akik vetünk és aratunk, akik akár csak egy kis virágmagot elvettek otthon az erkélynek a ládájában, akár nagy termőterületetek van, soha nem látjuk azt, hogy megszerezzük a
paprikának a magját, vagy a búzát, elvetjük, és hirtelen kiderül, hogy ebből a paprikából végül is paradicsom nőtt ki, a búzából pedig kukorica. Ez ugye nem működik, mert Isten így kódolta bele már a teremtéskor minden egyes fába, minden egyes gyümölcsbe és minden egyes magba, hogy ez szaporodjon és növekedjen. A folytatásban azt mondja Isten igéje az első rész 28 és 29. versében. Megáldotta őket Isten, ez már az ember teremtése után volt. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halain, és az ég madarain, és a földön csúszomású mindenféle állaton. Azután ezt mondta Isten, íme én nektek adok minden maghozó füvet, az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen nektek az előletek. Isten természetesen a fák, az állatok és minden élő lény után az embernek is ezt a tulajdonságot adta, hogy bele van helyezve minden férfiba és minden nőbe egy bizonyos mag, amely képes azt az életet létrehozni, amit Isten megalkotott. Nem teremtett Isten Ádám és Éva után 8. napon még embereket, hanem azt mondta, ti hozzatok létre új életet, nektek, te rátok bízom azt, hogy benépesítsétek a földet, és minden, ami a földhöz tartozik, minden maghozó növény, és minden maghozó állat is a ti uralmatok alá van helyezve, és uralkodjatok, szaporodjatok, népesítsétek be a földet. Isten tehát az ő gazdasági életét erre a módszerre építette fel. Vetés, aratás, újabb vetés, újabb aratás, újabb vetés, újabb aratás. És ez a mai napig nem változott meg. Amen. Megértjük ezt. Isten dicsőségére. Aztán pedig azt is láthatjuk, hogy Isten azt mondta, hogy bőségben, azt látjuk az igében, hogy bőségben élt Ádám és Éva, soha nem kellett, és nem olvassuk azt, hogy fel kellett volna kiáltaniuk, hogy Uram, elfogyott a gyümölcs. Elfogytak a maghozó virágok, növények. Kellene újabb és újabb ennivaló. Hanem azt mondta Isten, hogy ez bőségesen elég nektek, a föld mindent, amit megalkottam, íme igen jó. Ti is, ha jól gazdálkodtok ezzel, és valóban jól uralkodtok, jól gazdálkodtok, jól hajtjátok uralmatok alá a teremtett világot, nem fogtok szükséget látni. Isten a bőségben, Isten a szűkölködés ellen, Isten a hiány ellen kitalálta a magvetést. Ves és fogsz aratni is. Amen. Bólítsatok, ha egyetértetek vele. Amen. Amen. Isten gazdasági módszere nem az, hogy fektessél be, vegyél el mástól, foszd ki az embereket, urald le az embereket, taposd le a másikat. Isten gazdasági módszere az, ves és fogsz aratni is. Mert Isten már mindent elhelyezett itt a Földön, megparancsolta a Földnek, hogy bármikor kerül bele maghozó, vagyis a mag, akkor az úgy reagáljon a föld, hogy gyümölcsöt teremjen. Te magad is az emberiségnek az utódja vagy. Miből alkotta meg Ádámot? Isten oda ment a föld porához, a földnek a porából alkotta, és belelehelte a saját élő szellemét. Tehát te magad is egy ilyen lehetőséggel bírsz, hogyha a te kezedbe, vagy a te bensődbe mag kerül, akkor te gyümölcsözővé tudod azt tenni. Amen. És ismét tudsz magot továbbadni, és vetni, és aratni, és vetni, és aratni. Amen. Amen. Aztán, ha már itt vannak, foglalkozunk az állatok. Itt maradtak a Noé bárkájából, illetve hát kijöttek a bárkából, így olvassuk az igében. Mózes első könyve, 6. rész, 19. verse. Amikor Isten úgy látta, hogy a föld, amelyet
jóra és szépre teremtett meg és alkotott meg, mégis megromlott. Erőszakosság, istentelenség, törvénytelenség volt a Földön, ahogy ezt az elmúlt vasárnap hallottuk meg testvérünknek a tanításában. Isten talált egy igaz embert, feleségével, gyermekeivel, 8 ember a bárkában, és az ő parancsuk pedig az volt, Mózes első könyvének 6. rész 19. versében, de veled szövetséget kötök, és bemész a bárkába fiaiddal, feleségeiddel és fiadnak feleségeivel együtt, és minden élőből, minden testből, mindenből kettőt vigyél be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak. Hímek és nőstények legyenek. Aztán folytatja, hogy a madarakból is, a csúszómászokból is. Mit kapott tehát ez az időkapszula? Ősi bácsinak, ősi pásztornak a szavával. Egy átmentés volt, Isten akaratának az átmentése. Voltak a bárkában 8 ember, akinek az volt a feladata, hogy mit emberiséget tovább szaporítsák, és benépesítsék a Földet, és nem azt mondta Isten, hogy elpusztítok mindent, minden élőt, és ugye ebben az özönvízben semmi nem maradt életben, csak a vízi állatok, amelyek egyébként kibírták a szárazföldnek a jelenlétét, vagy nem létét. Azt mondta, hogy mindegyik teremtett élő állatból vigyél be egy magot magaddal, hímet és nőstényt. És Isten Noénak a kezébe nem egy új teremtést, hanem egy meglévő teremtésnek a magját odaadta, hogy legyen lehetősége neki, és azoknak az állatoknak, amelyek vele együtt bementek a bárkába, újból benépesíteni azt a Földet, amit Isten megalkotott. Amen. Ezt látjuk, hogy Noénak is volt egy szüksége. Noénak is volt egy szükség állapota, amikor kijött a bárkából, és azt mondta, most be kell népesíteni. Mit ad nekem az Úr? Újból fog teremteni? Nem, hanem azt mondta, ott van a bárkában. Ott van a bárkában, először is ott van a felesége, ott vannak a gyermekeid az ő feleségeivel. Az emberiségre ne legyen gondod. Ott vannak az állatok, az egész állat sereglet, mint egy mag, ott volt Noénak a kezében, a birtokában, és azt mondta, ahogy megmondta Ádámnak és Évának, ugyanez volt Noénak is a parancsolata, most pedig szaporodjatok, és töltsétek be, népesítsétek be ismét az egész földkerekséget. És ez nem mese, ez nem monda, nem kitaláció, nem szájhagyomány útján terjedő dolog, ez Istennek az igaz, élő igéje, amely így történt akkor, abban az időben, olyan módon, és azért, mert Istennek ez volt az akarata. Amen? Tehát látjuk, hogy onnantól kezdve, hogy Isten megteremtette az eget és a Földet, meg benépesítette a Földet, Isten továbbra is úgy gondolkodik az ő gazdasági rendszeréről, hogy vetés és aratás. Vetés és aratás. Ugye Noénak a kezébe is ezt adta. És még egy bátorítás, még egy megerősítés, ha tovább lapozunk Noé történetében, Mózes első könyve 8. rész, 22. versében azt mondja, ezután, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás. A hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Nem olvassuk a világ történelemben, hogy újabb föld jött volna létre. Azóta, mióta Isten ezt a kimondott szavát olvassuk a Bibliában, és kimondta. Azt mondja, amíg ez a föld létezik, amíg ez a föld lesz, nem fog megszűnni a vetés és az aratás. Mondhatnám úgy is, Istennek az akarata. Nem akarom, hogy megszűnjön a vetés és az aratás.
mert továbbra sem gondolkodok másban, csak vetésben és aratásban. Továbbra is így akarok mindent, minden szükséget betölteni a Földön. Isten már mindent elhelyezett a Földön. Van egy film, szoktuk idézni, ez egy ilyen például, és egy Bud Spencer-es film, Aranyeső lyukában. Erről szeretnék beszélni, hanem soha nem lesz az, hogyha neked bármilyen anyagi szükséged van, akkor beindul egy aranyeső. Bárhol is. Sem Amerikában, sem Magyarországon, sem Ázsiában, az egész földkerességen Isten már mindent, amire szüksége van ennek a földnek, elhelyezett. És nem fog újabb dolgokat megteremteni, hanem azt mondta, erre a földre kell, hogy hagyatkozzunk. Ennek a földnek van megparancsolva, hogy a vetés és az aratás működjön. Amen. Amen. Tehát megerősíti Isten a bárkából való kijövetel után is, hogy amíg lesz föld, nem akarom és nem is fog megszűnni a vetés és az aratás. Egyesek úgy gondolkodnak, hogy majd én megakadályozom Istent ebben, és nem kezdenek el vetni. Hát nekik azt mondja Isten igéje, hogy aki szűken vet, az szűken arat, de én tovább gondolom, aki nem vet, az nem arat. De van Istennek népe. Van Istennek népe, aki komolyan veszi az Istennek az igéjét, és amen, azt mondja, hát pedig mi vetünk, és nem azért, mert túl sok feleslegünk van, és nincs hova tenni a magjainkat, hanem tudjuk, hogy Isten megígérte. Ha elvetjük, akkor aratni fogunk. Ha szükséged van egy aratásra, akkor mit fogsz kérni Istentől? Elmondod neki a szükségedet? Istennek az lesz a válasza, figyelj, erre a szükségre így kell vetni. Képzeld el, elmondod Istennek a szükségedet, és Isten legtöbbször nem azt fogja mondani, hogy itt a kész megoldás, hanem azt mondja, nézd csak, az én gazdasági módszerem ez, vetés és aratás. Akarsz bármit is aratni ezen a földön? Akarsz bármilyen problémának a megoldását learatni ezen a földön? Kérd meg Istentől, hogyan kell ehhez vetnem? Magányos vagy? Nincsenek barátaid? Tudod, mi a legjobb módszer a vetés? Kezdjél el barátkozni valakivel. Ez a vetés. Amikor nem azt várod, hogy Isten, rossz szó az, hogy hozzád vágjon néhány barátot, de küldjön hozzá néhány barátot, hanem azt mondta, menjél el te, kezdjél el te barátkozni. Ez működik. Aztán bizonyosság van arról is, hogy működik az is, ha nincs elég időd, akkor Isten nem azt mondja, hogy akkor nem menjél el a gyülekezetbe is lesz időd. Soha nem mondja, én sem mondom nektek, hogy ne gyertek gyülekezetbe, hanem azt mondja Isten, kezdjél el időt szánni Istenre, kezdjél el időt szánni az Úr munkájára. Amen. Bármennyire is kevés időd van, kezdjél el az Úr munkájára időt szánni. És észre fogod venni, hogy mindent, amit eddig el tudtál végezni, meg tudod tenni, Isten munkájára is lesz még több időd, és még mindig lesz egy csomó szabad időd. Hogy működik ez? A világ nem érti, ti pedig értsétek meg. Aki hallja, értse meg. Isten úgy dolgozik. Ves, és fogsz aratni. Szeretetre van szükséged? Úgy érzed, hogy senki nem szeret téged? Úgy érzed? Úgy érzed, hogy elvetett vagy? Úgy érzed, hogy nincs elég bátorságod? Úgy érzed, hogy bármire szükséged van? Isten azt mondja, ves, ves, ves. Mégpedig olyan magot vessél, amilyet szeretnél majd kicsirázni, látni. Ugye, az előbb beszéltünk arról, hogy ha én szeretnék egy aranyló búzamezőt látni, akkor nem fogok több magot szórni a földbe. Hát az nem aranyló búzamező, az legfeljebb több mezőre az. Hogy hívják ezt? Több mezőkészítés. Jó. Lehet, hogy az, annak is a színe ilyen aranyló lesz, de lehet, hogy nem.
Tehát, amilyet szeretnél látni, kicsirázni, amilyet szeretnél aratni, olyat kell vetned is. Nem lehet megúszni, testvéreim. Nem tudod megúszni. Isten nem a nagy csoda varázsló, hogy csinál a több magból szotyit, hanem azt mondja, már pedig ebbe a magba az van belekódolva. És ha már következik Jézus Krisztusnak a megszületése, a megemlékezése, természetesen tudjuk, hogy nem ebben a téli időszakban született Jézus Krisztus, nem is kell ehhez ragaszkodnunk, annyi bizonyos, hogy megszületett Jézus, és nekünk ez a lényeg. Amen. Nem a napok, nem az órák, nem az évek, azt is tudjuk már a történelemből, hogy pontosan nem is a nulladik év a mi visszaszámlálásunk alapján, hanem van ott 4-5 év eltérése a naptáraknak a rendszere miatt, de ez teljesen hidegen vagy engem, hogy most valaki 4 évvel, 5 évvel teszi arrébb, vagy télre, a mi időszámításunk szerint télre, őszre, tavaszra teszi, valószínűleg, hogy ősz lehetett, mert azon a helyen is tél van, ahol Jézus megszületett, tehát a pásztorok nem telelhettek kint a nyájukkal, abban az időszakban ők is a karámban őrizték volna a nyájukat, tehát biztos nem december volt, ennyi bizonyos. De Jézus Krisztus úgy beszél magáról, hogy ha ő, mint Istentől adott mag, nem hal el, akkor ti nem lesztek itt. Tekints magadra úgy, mint egy aratásra. Tekints magadra, hogy annak vagy a gyümölcse, hogy Jézus Krisztus, mint Istentől adott mag, elhalt, és sokaknak a gyümölcsözésére vált. Te egy olyan gyümölcs vagy, aki Jézus Krisztusnak a magja, magjából vagy. Isten így akarta a gyülekezetet is felépíteni. Isten így gondolkodott az ő népéről, adott egy magot, ez a mag elhalt, nem maradt egyedül, hanem megsokasodott. És most itt vagyunk, ebben a gyülekezetben ennyien, a világ többi részén, meg sokkal-sokkal-sokkal többen. De miből indult az egész? Egy magvetésből. Jézus Krisztusnak abból az engedelmességéből, hogy beteljesítette a vetés és aratás törvényét. Ha ő egyedül megmaradt volna életben, és nem halt volna meg értünk, akkor mi most nem lennénk itt. Nem tudott volna gyümölcsöt teremni az ő isteni természete. De ő halálra adta magát, érted? Meg én értem, meg mindenkiért a Földön. És ennek lehetünk a gyümölcsei mindannyian. Tehát Isten gazdasági módszere, Isten közgazdaság tudománya a világegyetem fölött a mennyben így szól. Vess és fogsz aratni. Korintusi második levél, 9. rész, 6. versétől így szól Isten igéje. Amit sokszor idézünk, amikor bátorítunk, biztatunk titeket az adakozásra, és ma is már mentünk ehhez az igéhez, idéztük. Korintusi második levél 9. része azt mondja, mert tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is arat. Aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy, ahogy eltökélte a szívében, ne kelletlenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, hogy bőven teljék minden jó tételére. Amint megvan írva, bőkezően osztott, adott a szegényeknek, igazsága örökké megmarad. Aki pedig gondoskodik, hogy a magvetőnek vetőmagja legyen, és kenyere eledelül, arról is gondoskodik, hogy megsokasítsa vetéseteket, és megszeporítsa igazságotok gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez Istennek. Testvérem, az új szövetségben is azt látjuk,
Ószövetségben is azt látjuk, hogy Pál apostol úgy biztatja a korintusi gyülekezetet. Testvéreim, az adakozásról ne feledkezzetek el. Most inkább csak a pénzügyi adakozásról fogunk, a bőségről fogunk beszélni. Azt mondja Isten igéje, szűken vetsz, szűken fogsz adatni. Bőven vetsz, bőven fogsz adatni. Azt mondta, nem kényszerűségből. És erre szeretném, ha most figyelnék, és később is visszatérünk erre. Nem kényszerűségből. Nem kényszerűségből. Neked lesz jó, ha vetsz. Mert Isten azt mondja, aki vet, az fog adatni is. Nem kényszer, nem szíjostól van a hátad mögött, nem Demoklész kardja fölötted, nem fogunk bezárni börtönbe, amiért nem adakozol a gyülekezetben. De Isten ígéretei igazak, és nincsenek visszavonva. Ha te jókedvűen, nem kényszerűségből, önszántadból, jókedvűen adakozol az Isten szántóföldjébe, Isten nem hazudik, nem hazudta meg magát, az ő ígéreteit betartja, és fogsz aratni. Fogsz aratni. Amen. Amen. Dicsőség Isten. Velem vagytok én mindig. Úgy látom, egyetértünk. És hadd folytassam Isten igéjével. Mit olvasunk? Ami Istenünknek van hatalma arra. Jegyezzük meg, így kezdődik ez az ige vers. Istennek van hatalma arra. Isten nem egy kis gyűrűben való kis vudu, valami kis istenségnek mondott valami kis szellemiség. Isten nem egy kőből faragott bálvány, se nem fából faragott bálvány, se nem egy szentkép a faladon. Isten, hatalmas Isten. Ő az Isten. Ő az Urak, Urak, Királyok Királya. Jézus Krisztusról ezt mondja. Ő a mindenható. Öröktől fogva örökké létezik. Ő a Szent Isten. Minden hozzá tartozik. Még te is. Az autód, a házad, a munkád, az egészséged, a férjed, a feleséged, a gyermekeid, a karóra a kezeden. Minden Istenhez tartozik. Mert ő általa, ő belőle lett teremtve minden. Amit csak van, az Isten nélkül nem jött volna létre. Tehát Istennek van hatalma arra, hogy jegyezzük meg ezt a három embert, mindenkor, először is mindenben, mindenkor, minden szükségünket be tudja tölteni. Amen. Amen. Testvérem, gondoljuk át még egyszer. Istennek tehát van hatalma arra, hogy bőségesen. Szeretjük ezt a szót? Jézus Krisztus azt mondta, azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Két héttel ezelőtt beszéltünk, hogy mit is jelent az élet, és azt mondja, hogy tartozik hozzá és bővölködés. Tehát Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen, mindenben, mindenkor, minden szükségedet. Mondjál egy szükséget, ami ehhez nem tartozik hozzá. Tudsz mondani? Nem tudod. Nem tudsz mondani olyan dolgot, ami ez alól az ige alól kivétel lenne. Gondolkodjál otthon is rajta. Nézzél szét! Valamire szükséged? Tehát minden szükségemet, minden időben, mindenkor, bőségesen Isten be tudja tölteni. Mi tehát a teendő? Azt mondjuk, hogy inkább becsukom a Bibliát, mert én szeretnék egy kicsit szomorkodni az én szükségeimen. Nem akarom látni azt, hogy már pedig Istennek erre van válasza. Mert akkor muszáj lennék hozzá menni, közel. Muszáj lennék megkérni őt, hogy töltse be a szükségeimet. Majd én a saját erőmmel, a saját okosságommal, a saját elgondolásom szerint meg fogom ezt csinálni. Ezt teszi a világ.
Isten igéje pedig, amely az ő népének a vezérfonala, és azt mondja, akik az övéi, azok megtartják az ő parancsolatait, hiszünk Istennek az igéjében, hogy Istennek van hatalma, van elég bőséges keze, hogy mindenkor, mindenben, minden helyzetben elégségetek legyen. Mégpedig, hogy megelőzi vetéssel és aratással. Aztán Isten igéje azt mondja, aki tehát gondoskodik, hogy legyen neked metőmagod, 10. rész, aki pedig gondoskodik, Isten, ami gondviselünk, az egyik neve az, Istennek egyik tulajdonsága, Jahveh Jireh. Isten hegyén a gondviselés, ezt Ábrahámtól kapta ezt a nevet, ezt a tulajdonságot. Akkor Izsákot feláldozta volna, de Isten gondoskodott egy helyettes áldozatról. Tehát Isten gondoskodik arról, hogy a magvetőnek legyen magja a vetéshez. És arról is, hogy legyen kenyere az éhezőnek, vagy kenyere az eledelőnek. Arról is fog Isten gondoskodni, hogy ha van magod, mag a vetéshez, tehát gondoskodott először Isten a magról, mert te magvető akarsz lenni. Amen. Ha vannak itt magvetők, testvéreim, rajtam kívül. Többiek nem akarnak, vagy szeretnének. Lakom végén még egy közvélemény kutatást tartunk, remélem, hogy jégtől akarsz. Tehát, Istennek van hatalma, hogy arra kezedbe magvető vagy, jelentkezel, én magvető akarok lenni. Isten azt mondja, igenis, gondoskodok arról, hogy legyen, mit vessél. Aztán pedig azt mondja Isten igényét, bátorodjunk fel, Istennek arra is van gondja, hogy amit elvetettél, azt visszakapjad. Amen. Ugye, hogy nem? Nem. Még itt nincs ámen, testvére. Azt kapod vissza, amit elvetettél? Ez nem jó üzlet, Isten nem így gondolkodik, hanem azt mondja, hogy megsokasítsa, és így kap vissza. És képzeljétek el, itt nincsen bankcsőd, nincs gazdasági válság, halleluja. Nincsenek spekulációk, nincsenek bebúgult üzletek, hanem Isten igéje azt mondja, add neked magot, mert akarsz magvető lenni. És gondoskodik arról is, hogy megsokasítsa a te vetésedet. Hú, már is felbátorodtam. Remélem ti is. Dicsőítsük az Urat ezért. Megszaporítsa igazságodok gyümölcsét, hogy megint csak egy szó, mindenben meggazdagodjatok, és a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerel Istennek. Tehát bőven van, bőven teljék mire is? A jó tételményre is. Képzeljétek el, Isten nem csak azokról akar gondoskodni, akik magot vetnek. Betölti a te szükségedet, és azt mondja, még azon felül bőven fog jutni arra is, hogy jót cselekedjél másokkal. Lesz mindjárt még egy ige, ezt alá tudja támasztani, alá fogja támasztani, de azt mondja, bőven teljék a ti jó szívűségetekre. És ez hálaadást von maga után. Itt van ez az asztal, néhány hónappal ezelőtt, két hónappal ezelőtt itt volt egy hálaadás napja a gyülekezetben, ahol láttuk azt, hogy Isten népe tud hálát adni. Mert Isten gondoskodik. Nem volt üres az asztal, egy bizonyság sem volt arról, hogy Isten szegényen hagyott engem. Ki sem bizett engem Isten.
Nem, hanem azt mondta, magvető voltam, vetettem, gyümölcsöt hoztam, és hálát adok. És az emberek is, akiknek te tudsz továbbadni, ez háladást szül az ő életükben. Lehet először neked adnak hálát, de vezesd őket arra, hogy tudod, én ezt azért tudok neked adni, mert Isten tulajdonképpen ezt. Adjál hálát Istennek. Most, ha megígért, ige, Péter második levele, Péter második levele, Péter második levele első rész, harmadik és negyedik verse. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világban. Amen. Péter azt mondja, az ő isteni ereje, hatalmas szavak, az ő isteni ereje megajándékozott minket mindennel, ami az életre és a kegyességre való. Megértjük ezt? Isten mindennel megajándékozott minket, ami a megélhetésedhez és a kegyességedhez, vagyis a adakozásodhoz szükséges. Ne mondd azt soha, hogy Isten csak annyit ad nekem, hogy éppen meg tudjak élni. Isten úgy ad a kezedbe bőségesen, hogy abból neked is elég, és még tovább is tudsz adni. Mert ide van írva, és én ebben hiszek. Nem annak, hogy azt mondja valaki, hogy éppen csak meg tudok élni, nem? Akkor valamit rosszul csinálunk. Mert Isten igéje azt mondja, az ő isteni ereje megajándékozott minket mindennel, ami az életre és a kegyességre való. És aztán azt folytatja, isteni természet részeiként az ő isteni természet részeseivé legyünk, kikerülve azt a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világban. Milyen romlottság van a kívánság miatt? Kapzsiság? Kivagyiság? Vagy éppen a zsuboriság? Isten pedig azt mondja, isteni természet részeseként kijöttél ebből a romlottságból, és nem leszel se zsugori, se pedig kapzsi. Tehát ilyen habzsoló. Nem pedig ide érkem mindent, hanem azt mondja, ez a romlottság kívánsága miatt van az emberekben. Benned pedig isteni természetnek a része van. Amen. És neked megélhetésed és adakozásod van, jótékonyságod van, jótéteményed, kegyességed, isteni természet részeként ebből a romlottságból kijöttél, vagy legalábbis úgy mondom, isteni természet részeként ki kell jönni ebből a romlottságból. Beszélünk a magról, a pénzünk is egy mag. A gyülekezetben nem hallgathatjuk el, hogy vannak pénzügyi dolgok. Neked is, mint gyülekezet, ti tag, kell otthon fizetned a rezsit. Ennek a gyülekezetnek is kell fizetnie villanyszámlát, gázszámlát, még a kukáért is kell fizetni. És néha még meg is kell tankolni az autókat, hogy elmenjünk, és evangéliumot hogy hirdessünk. És szoktunk bibliákat vásárolni, és azt vagy elajándékozzuk, vagy továbbadjuk. De tekintsünk úgy a pénzünkre, mint egy mag. Jézus Krisztus beszél magvető példázatáról. És ez teljesen érvényes a pénzügyi dolgainkra is. Nem mindegy, hogy amit Isten a kezedbe ad, mint magot, hova szórod el. Van egy útszél, amely azt mondja, abból semmi
eredménye nincs, elviszik a madarak. Ez olyan dolog, amire semmi szükséged nincs, nem használ, árt az életednek esetleg, de nem lát belőle semmi hasznot. Elviszi a világ, elviszi az ördög, elviszi a gonosz. Ezek olyanok, elértem néhány, szenvedélyek. Nincs szüksége az életednek cigarettára. Nincs szüksége az életednek drogra. Nincs szüksége az életednek alkoholra. Nincs szüksége az életednek pornókazettákra. Nincs szüksége az életednek még ezekre a magazinokra se. Nincs szüksége. Ne szórjál ilyen pénzt semmilyen ilyen vetőhelyre. Sőt, szerencsejáték. Nem kenózunk, nem fogadjuk meg a focimestnek az eredményét, semmilyen eredményt, mert ez bálványimádás. Bizonyos Fortuna istennőnek az áldozati oltárán való áldozás. Egy pici kecsegtető dolog van, de ahogy már megbeszéltük, a gonosz sokat ígér, keveset ad, és a végén még azt is elveszi. Tehát ez kerülje el Isten népét. Vannak olyan köves talajok, ami ilyen hirtelen örömöt hoz létre, ugye a magnál azt mondjuk, hogy hirtelen felnő, és aztán mikor jönnek a próbák, akkor elsül. Ezek olyan felesleges szórakozások, amelyek pillanatnyi örömöt adnak neked. Fizetünk azért, hogy mit remény, lássunk egy nagyon jó filmet. Ez nem azt mondom, hogy rossz dolog, de annál egy picit jobb, mint hogy teljesen feleslegesen elszorod a pénzedet, de a hirtelen örömök, csak azért, mert megtetszik egy jó dísztárgy, hogy ezt majd otthon kiteszem. Ha még azon felül is van plusz pénzed, amiről majd később beszélünk, akkor ám legyen, de ne ez legyen az első dolog, hogy berendezd dísztárgyakkal a házadat, és közben éheznek a családot. Vagy szükséget látja a gyülekezet. Isten országa, inkább így mondjam. Aztán vannak olyan tövises talajok, amely a világnak a kísértései, a világnak a szépsége, csalogatása, mikor csak azért veszel te is nagyképernyős televíziót, bár be se fél a kis szobába, mert a szomszédnak is van, és versengeni akarsz vele. Csak azért veszel egy drágább cipőt, kabátot, mert azon egy bizonyos embléma rajta van. Bocsánat, már ez már a reklámhelye volt. Jó. Ha funkcionálisan és tartóságilag, tehát érték arányban kevesebbe kerül egy márka nélküli cipő, nadrág, baseball sapka, akkor sznobizmusból nem feltétlenül kell a legdrágábbat megvenni, csak azért, hogy mutogassad. Isten nem azt mondja, hogy te leszel a dísztárgy, hanem azt mondja, hogy felruház téged. Nem fogsz éhezni, nem fogsz szomjúzni, lesz ruhád, lesz hol laknod, mert Isten gondoskodik rólad, de ez, hogy csak kivagyiságból, versengésből, csak azért, hogy divat hóbort, mert most mindenkinek olyan van, akkor nekem is kell. Sokszor utaztam együtt fiatalokkal, gyerekekkel, iskolásokkal egy buszon, elég tömött volt, úgyhogy muszáj voltam hallgatni őket, és mondták, hogy de hát már mindenkinek olyan telefonja van, hát szóltam már otthon, hogy igaz, hogy most kaptam karácsonyra egy régebbi típus, de hát leégő, hogy nekem még nincsen olyan, és addig hajtották a szüleiket, még húsvétra is kapott egy mobiltelefont is, és már ugye az sem volt elég, majd következő ősszel már kijönnek újabb és újabb és újabb verziók, ami funkcionálisan egy három verzióval előtt is sokszor még sok egy kisgyermeknek, de hát a többieknek ilyen van, akkor muszáj mutogatni, nem használjuk ki, ez tövises talaj. És van egy jó talaj, amiről azt mondja Isten, hogy kedvesen fogadja az igét, és termőre fordítja, és 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit terem. Ez pedig Isten országának való adakozás, tizedfizetés, alamizsna osztás. Örüljetek! Amen! Amen! Képzeljétek el, Isten országában ez a legjobb talaj. Hiszem, hogy jó, hogy most gyülekezetben mondom el ezt a tanítást, mert ti jobban megértitek ezt. Világ biztos, hogy nem érti ezt. Mi az, hogy mi még adakozunk is, nem pedig elvetnénk. Akkor azt mondja valaki, hogy de nekem mi ebből a hasznom?
de nekem mit kapok én ezért? Akkor már valami baj van. Hanem azt mondja Isten igéje, adakozzunk, osszunk alamizsnát, és hozzuk be az ő tárházába a tizedet. Szeretném elmondani, testvéreim, hogy nagyon sok tanítást lehet hallani, olvasni, hallani, nézni az interneten, ellene, mellette, valakik törvényeskedőnek tartanak minket, van akik úgy gondolják, hogy kisemmizzük a szegény embereket, van akik úgy gondolják, hogy már pedig ez üdvösség kérdése. Szeretném az én látásom szerint, ami hiszem, hogy az ige fényében is megállja a helyét, azt mondani, hogy a tized nem a törvénye jött be a világba. Nem? Most elmondom nektek, Mózes első könyvében Ábrahám, aki jóval előtte élt, mint Mózes, legalább 4-500 év különbség van a két korosztály között, Mózes kapta a mózesi törvényt, Ábrahám pedig önként hozott tizedet Melkisédeknek, aki a Sálem királya. A történet szerint leverte az ő ellenségeit, jött haza, és elé jött Sálem királya, Melkisédek, aki a békesség királya, és azt mondja, Melkisédek, elé jött, aki a magasságos Istennek a főpapja, akinek se múltját, se anyját, származását nem ismerjük. És úrvacsorával, borral és kenyérrel kínálta meg Ábrahámot, aki akkor még Ábrahám volt, erre is vigyáznom kell, mert ezt is felhozták indoknak a interneten. Szóval Ábrahám elfogadta Melkisédektől az úrvacsorának a előképét, bort és kenyeret, és mindenből, ami neki volt, tizedet adott önként Melkisédeknek. Magasságos Isten főpapjának és profitájának. Aztán jött hozzá Szodoma királya, és azt mondja, adok neked mindent, mindent neked adok. Mindent, amit csak visszahoztál nekem. És akkor azt mondja Ábrahám, nem, én most nem kapni akarok, én adni akarok. Én nem kapni akarok, mert azt mondanád, még egy cipőfűzőt, egy sarú kötő szíjat sem akarok elfogadni tőled, Szodoma királya, mert később azt fogod mondani, ezért lett megáldva Ábrahám. Ezért lett ilyen gazdag. Nem szeretném, ha azt mondanák, hogy te gazdagítottál meg engem. Én tudom, hogy én most adakoztam, és Isten fog engem meggazdagítani. Amen. Isten igéje pedig a zsidókhoz írt levélben ír erről, és szeretném, ha ezt jól megértenénk. Zsidókhoz írt levél. 7. rész. Zsidókhoz írt levél. 7. rész. Az előzményben a zsidókhoz írt levél szerzője összehasonlítja Jézus Krisztusnak a főpapságát, Melkisédeknek a főpapságával, ami ugye zsidókhoz írt levél, a zsidó emberek úgy ismerték a főpapi sorozatot, a főpapi nemzetséget, hogy az törvény szerint a Lévi nemzetségének a leszámozottaihoz tartozott. Azt mondta, sokkal nagyobb főpapunk van nekünk, mint a léviták főpapsága, és összehasonlítja a Melkisédeknek a főpapságát, aki származás nélküli, semmi köze nem volt a lévitákhoz, és hogy Jézus Krisztus is pontosan nem is, ő sem a lévi törzséből, hanem a Júda törzséből származott. És öröktől fogva örökké. Tehát Melkisédek egy olyan előképe Jézusnak, mint mondjuk József vagy Jákob, Józsué, vannak előképei az Ószövetségben Jézusnak, akik valamilyen módon bemutatják az ő megváltó munkáját, az ő szabadítását,
bemutatják az ő cselekedeteit már az Ószövetségben, és Jézus mindezeket teljesen felülmúlja, mert ők csak előképek, részeket mutatnak be, Melkisédek is bemutat egy ilyen részt, tehát az ige szerint. Mert ez a Melkisédek, Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveléséből visszatérő Ábrahámmal találkozva őt megáldotta. Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből, aki, ha a nevét magyarázzuk, először is az igazság királya, ezután pedig Sálem királya is, azaz a békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. Amen. Most figyeljünk, nézzétek, milyen nagy az, akinek Ábrahám, a pátriárka a zsákmányából tizedet is adott azoknak, akik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsuk van arra, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz a saját atya fiaiktól. Jól lehet, ők is Ábrahám ágyékából származtak. Az pedig, aki nem az ő nemzetségből származott, tizedet vett Ábrahámtól és megáldotta az ígéretek birtokosát. Márpedig minden vitán felül áll, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet, itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről azt valljuk, hogy ő él. És hogy így mondjam, Ábrahám személyében a tized szedő Lévi is tizedet adott, mert még az atya ágyékában volt, mikor Melkisédek találkozott vele. A történet, már elmondtam az Ószövetségben, hogy zajlott le, de azt mondja, hogy hasonlóképpen az Isten fiához pap marad mindörökké. Azt mondja, nézzétek, milyen nagy az ember, akinek Ábrahám, a pátriárka tizedet adott. Tehát, hadd mondjam el nektek, amikor tizedet hozol az Úr oltárára, akkor kifejezed ezzel a tiszteletedet egy bizonyos nagyság felé. Azért adunk és hozunk tizedet, nem törvény szerint, nem parancs szerint, hanem önkéntesen, mert ezzel szeretnénk tisztelni valakit, aki nálunk hatalmasabb. Márpedig azt mondja, hogy vitán felülálló, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. A kisebb pedig adakozik a nagyobbnak. Amikor adakozol, amikor tizedet fizetel, nem nekem, nem a gyülekezetnek, nem az Isten népének adakozol, hanem kifejezed vele a tiszteletedet Isten felé, hogy ő a nagy. Ő megérdemli ezt. És mi a válasz? Melkisédek pedig megáldotta Ábrahámot. Isten áldását vonza maga után, amikor te kifejezed a tiszteletedet Isten felé. Te hozod az áldozatodat, hozod a tiszteletednek a jelét, hozod Istennek a nagyságának a kifejezését, és mi a válasz rá? Isten pedig, Jézus Krisztus, a mennyei főpap, megáld téged. Betölt minden szükségedet. Minden vitán felül áll, és azt mondja, hogy úgy mondjam, akik jog szerint, törvény szerint tizedet szedtek az ő saját népüktől, a léviták, ők is benne voltak, ugye leszámozottság szerint, benne voltak Ábrahámnak az ágyékában, tehát ők is tizedet fizettek, így előre utólag, nézzük bárhogy is, tizedet fizettek magasságos Isten papjának. Nem? Megértettük ezt? Testvérek, még egyet hadd mondjak nektek. Azt mondja, jegyezzük meg, ez a zsidókhoz írt levél. Azt mondja, itt még működött a zsinagóga, itt amikor még írták ezt a zsidókhoz írt levelet, akkor még működött a törvény szerint való tized szedés a zsidók között. Azt mondja, itt, most, azok szednek tizedet, itt halandó emberek szednek tizedet. Ott pedig, fenn a mennyben, a mennyei főpap, most pedig ő szedi a tizedet, akiről azt mondjuk, hogy él. Amen.
Kire igaz ez az ige? Hogy ő örökké él. Nem Melkisédekre, mert nem olvassuk, hogy örök életű ember lett volna. Melkisédek csak egy előképe volt. Jézus Krisztus él. Amen. Amikor te tizedet hozol be az Úr házába, magának, Jézus Krisztusnak a tiszteletét, nagyságát, az ő hatalmasságát és az ő életét dicsőíted. És most itt kimondom neked, testvérem, nem kötelező, nem törvény szerint való, de ha te tiszteled Istent, ha neked élő Istened, Jézus Krisztus, ha ő ad neked életet, vajon mi mással tudnád kifejezni a tiszteletedet? Vajon vissza tudnád-e tartani Istentől a te adományaidat? Hajlandó vagy-e ellene menni ennek? Márpedig én ilyen módon nem akarom tisztelni Istent. Hadd mondjam el neked, testvérem. Ma már mondtam azt, minden Istentől van. Minden. És néhány gyakorlati dolgot hadd mondjak el nektek. Jó? Először is, most van hatodika, körülbelül mindenki most kap fizetést. Friss még, amikor látjuk a fizetési jegyzékünket, friss még, amikor úgy gondoljuk, hogy jó munka, méltó a munkás a maga bérére. Amen. Amen. Az igaz. Hallelujázunk. Méltó a munkás a maga bérére. Először is vizsgáljuk meg, Istentől kapta az életet, Isten tart téged egészségben, Isten ad erőt és elmét a munkához, Isten használja fel, mint ellátás csövét, ellátásnak a csatornáját, a munkahelyedet, a főnöködet, a munkalehetőségeidet. Kezdjük az elején. Az ellátásod forrása, ahol minden elindul, Isten. Nem a világbank, nem a pénzügyminiszter, nem a bank, egyik bank sem az ellátásod forrása, hanem Isten az ellátásod forrása. Felhasználja a munkahelyedet, a vállalkozót, aki munkát ad neked, hogy csatornaként odaadja neked, amire elszerződtél. Megkapod a fizetésedet, az első dolog legyen, hálát adok Istennek az ő ellátásáért. Hálaadással vedd, hogy Isten adott munkahelyet, imádkoztok sokat ezért, hogy aki szeretne dolgozni, azt legyen, neki munkahelye, és ez működik. Aztán azt mondja Isten, különítsd el az első zsengét. Nem a hó végén az utolsót, ami még megmaradt. A legszebbet, a legjobbat, az első zsengét. Törvény szerint is így volt, hogy mikor mindent learadtak, az első kaszasuhintás, sallólendítés, a legszebb tartozott Istenhez. Az első szülött gyermek Istennek lett szentelve, a borjaknak, bikáknak első fajzása Istennek lett rendelve. A aratás idejében a legszebb, a legjobb, az első zsenge az Úré. Megnézed a fizetési jegyzékedet, megkeresed azt a szót, hogy teljes fizetés. Nem azt, hogy levonás után, nem azt, hogy kifizetések után, nem akkor számít az tizedet, amikor már minden rezsiszámládat kifizetted, mikor már az államnak is lejattoltál, mikor már a TB-nek is lejattoltál. Megkeresed az első, legelső sort, teljes fizetés, ami tartalmazza a kafetériádat, a családi pótlékodat, mindent, ami juttatás. Mert azt mondja, mindenéből tizedet adott Ábrahám. Azt mondod, hogy hú, de sok. Na most elmondom neked, ha itt lenne a fizetési jegyzéken, azt mondja NAV, nézzük csak meg, mennyi ennek az embernek a fizetése, és mennyit kérel belőle.
Ki tudja, ki a pénzügyi zseni. Szóval többet, mint 10%. Jaj, egy földi helytartó, ennyit elkér a bruttó fizetésemből, Istennek pedig sajnálom oda tenni a tizedet? Adjál rá választ. Tehát elkülönítem az első zsengét, 10%. Addig nem is gondolkodok azon, hogy mi lesz a hónapban úgy velem, hanem azt tudom, hogy Istennek elhozom az első zsengét. Boríték, szoktunk itt is találni, de otthon tedd egy borítékba, és utána következik a második hálaadás. Először adtunk a 100%-ért hálát. Hálaadással elkülönítjük az első zsengét az Úr felé, és utána pedig hálaadással tartozunk az Úrhoz, hogy ad nekünk bölcsességet, ad nekünk erőt, ad nekünk jó, tiszta látást, hogy ezt a 90 megmaradt százalékot hogyan tudjuk helyesen beosztani és helyesen elkölteni. Megtalálni a helyes magvető helyeket és földeket. Meglátjátok, ha így kezditek, és háládással éltek minden egyes pénzügyi dolgaitokban, Isten a végén azt fogja mondani, nézd csak, még mindig van. Tudjátok, sok ember úgy gondolkodik, és még néha a gyülekezetben is, hogy mit tarthatnék meg magamnak. És nem úgy kezdik el gondolkodni, mit adhatnék oda Istennek. Képzeljétek el, ahogy már mondtam, minden az Úré. Amen. Minden az Úré. A 100% az Úré. Mennyit kér el belőle? Az ő tisztelete? Mondjam így, földbérletért? Mert még a föld is, ahol élsz, az Úré. Azt mondja, a tisztelete, a nagysága jeléül, a tiszteleted és engedelmességed jeléül, különíts el neki 10%-ot, és ne gondolj felőle többet. Az az ő munkájához fog tartozni. És utána ad neked bölcsességet. Fogadni Isten bölcsességet, hogy a maradék 90-et úgy fogod tudni beosztani, hogy nem fogsz szűkölködni. Nem a levegőbe beszélek, megélem, testvéreim. Megélem. Én is, a feleségeim is, a gyermekeimnek is ezt tanítom. Nem szórjuk a pénzt, helyesen tudjuk behoztani, és van egy takarékszámlám, amire a hóvégén, hóvége felé mindig egy bizonyos összeg elmegy. Képzeljétek el, ahogy megmondtam, a végére még mindig marad. Természetesen nem én se így kezdtem. Én is voltam munkanélküli, de akkor is hűségesek voltunk. Akkor is hűségesek voltunk a tizeden. Mert Isten tud osztani. Azt mondja, a nullát el is tudja osztani 10-zel, nulla marad. És ezt megérti. Ha teljesen le vagy égve, nem tudsz 10-et fizetni. Bármennyi pici kereseted, pénzed van, Isten el tudja osztani 10-zel. Tanulj meg te is matekot. Tanulj meg te is számolni. És keresd meg mindazokat, az elguruló forintokat. Keresd meg mindazokat, a kicsi kis lyukakat a pénztárcádon, a családi büdzsén, családi tartályon, ahol feleslegesen mennek el a pénzek. Ahol feleslegesen. Nem mondd azt, hogy azért vagyok szegény, mert az Úrnak adakozom. Érted, testvérem? Soha nem mondd azt, azért nem jövök ki a fizetésemből, mert adakozom. Bizonyságtételek sokasága, könyvek sokasága szól arról, hogy akik ezt elkezdték, és hűségesek ebben, Isten jót áll az ő szabáért. Amen. Ne Istent vádold azért, mert vádold azért, mert feleslegesen költöd bárhova is a pénzedet. A gyülekezet nem sem viszi ki a lárvákat, az özvegyeket,
a gyülekezet nem azért tanítja a tizednek a fizetését, meg az adakozást a szegényeknek, mert azt szeretné, ha szegény maradnál. Még egyszer mondom, nem kötelező, senki nem lesz kizárva a gyülekezetből. Magadat fosztod meg az állástól. Magadat. Van egy jó mondással, ibráni testvéreinek, és most engedjük magunkat megáldani. Ekkor szokott következni az adakozás. Most jön az a szó, az a mondat, amit mondtak Jézusnak, néhány tanítvány kemény beszél, ezt kicsoda hallgathatja. Emészszétek testvéreim, és hozzatok egy jó döntést. Még egyet hadd mondjak nektek. Ha már azt mondtuk, hogy nem kötelező. És úgy gondolod, hogy eddig soha nem csináltad ezt, túl nagy ugrás lenne a tizedikre felugrani. Olvastam egy könyvben, kezd el lépcsőnként meglépni ezt. Döntsd el, hány év alatt szeretnél eljutni erre a szintre. Hogy tizedet fizet és adakozol hűségesen. Ha úgy gondolod, hogy az elsőre túl nagy, hogy ledugjuk a torkodon, de ezt nem akartam mondani. Szóval túl nagy lépés, kezd el apróban. Kezd el úgy, hogy a következő évben fizetsz egyet, 1%-ot. Következő, még egy évvel később meg szaporítod 2%-kal, az már összesen 3. A harmadik évben 3-mal, és az már összesen 6. A negyedik évben 4-jel, az már összesen 10. De ez a te beosztásod. Ez csak egy ajánlás. 1-jel, 2-vel, 3-mal és 4-jel megduplázod, megszaporítod a fizetésednek a százalékolását. Akár 4 év alatt eljuthatsz erre a szintre, de akár 1 év alatt, akár 2 év alatt a beosztásod. De haladj előre. Kezd el. Tedd meg az első lépést. Lépj egyet Isten felé, és meglátod Isten, sokkal többet fog felé lépni. Természetesen bátorítanak arra, hogyha van hited, bátorságod, ugold meg rögtön a tízet, de ha te hitedre lesz bízva, és a te engedelmességedre, a te Isten tiszteletedre, a te nagyság kifejezésedre, milyen lépésekben jutsz el erre, csak bizonyságot tudok mondani magam életéről, bizonyságot tudok mondani más gyülekezeti tagok életéből, más gyülekezetek életéből, a világ más részén élő emberek életéből. Olyat is tudok mondani, akik az anyagi csőd felé, az a családi vállalkozáson az anyagi csőd felé ment, és azt mondták, valamit rosszul csinálunk. És akkor jött egy tanítás nekik, adakozásra a tizedből, és azt mondták, most már úgyis mindegy. Teljesen mindegy, hogy ez a 10% hiányzik-e a büdzsénkből, vagy se, de ha megígérte Isten, hogy meg fog engem áldani, akkor inkább elkezdek tizedet fizetni. És ma nem egy, egy egész vállalat csoportja van annak a házaspárnak. Ez csak egy történet. Mivel kezdték, ráálltak Isten ígéretére. Álljunk rá mi is, Isten mindennel, mindennel megajándékozott minket, amire szükségünk van. A mi feladatunk, hogy válaszoljunk erre Isten szerint való módon helyesen és hittel. Legyetek áldottak, és töltse be Isten minden szükségeteket. Amen. Dicsőség a Úr. Amen. Amen. Hívom a dicsőítést, énekeljünk még az Úrnak egy pár dal, pár éneket, és ez az a része a gyülekezetnek, a tiszteletnek, amikor átadhatod a szívedet Jézusnak, amit nem tetted meg.
befogadhatod őt személyes megváltódnak, mindent tetted meg.